Hello, hello, szia, nagyon sok szeretettel köszöntelek, és engedd meg, hogy fergeteges, sikeres, zöld gyertyákban gazdag és kripto profitokban gazdag új évet kívánjak neked. Azt gondolom, hogy az elmúlt év is fantasztikus volt, visszaemlékeztem, pont ugye tavaly figyeltük, hogy a Bitcoin egész karácsony és szilveszter időszakában is szárnyalt, most ez elmaradt, de azt mondom, ez a kis konszolidáció nem hiába történik. Te vágjunk is bele, én Denkler Miklós vagyok, minden nap elhozom neked a legfrissebb kriptohíreket, technikai elemzéseket, altcoin, NFT, DeFi újdonságokat, hogy ezzel edukáljak az internet óta létező leginnovatívabb iparágról, amit tudjuk, hogy nem csak egy innovatív technológia, hanem a pénz evolúciónak a következő szintje. El kell, hogy mondjam, hogy semmi, ami ebben a videóban elhangzik, az nem tekinthető pénzügyi tanácsnak, úgyhogy mindenképp, ami itt elhangzik, az kizárólag edukálás szolgál, ami ugye ahhoz hozzásegít, hogy te meg tud tenni a saját kutatásodat, és az alapján meg tud hozni a legjobb döntést. Akár a hosszú távú kriptoportfóliódat, a jövőben átívelő generációkon átnyúló vagyonodat építed, akár ugye egy kisebb trading portfólióval éppen kereskedsz, akkor ugye ezeket bizonyos alapdolgokat meg kell tanulni, követni a piacot, és ezért is hozzuk el a napi híreket, hogy ezzel segítsük a te döntéseidet, de a döntés a te kezedben van, felelősség, a vállalás a te kezedben van, konyhapénz, amit ugye holnap bevásárlásra kell költeni értelemszerűen, nem teszünk sem kriptóba, sem más olyan helyre, max csak a pénztárcába. Szóval vágjunk is bele, még képernyő megosztásodig visszaveszem. Nézzük, hogy mit mutat a kedvenc buborékos csártunk, de addig is kérlek, iratkozz fel a csatornára, még nem tetted meg, nyomd meg a harangocskát, hogy mindig figyelmeztetést kapjál, amikor videót töltök fel, és természetesen egy kövér lájkot kérek tőled sok-sok szeretettel, úgyhogy nézzük, mit mutat a buborékos csártunk. Azt mutatja, hogy a legtöbb altcoin nagyon-nagyon frankon néz ki, és ugye az elmúlt napok, hetek lefele csorgását követően ez a kis fellélegzés mindenképpen jól jön. Ugye ne felejtsük el, hogy a nagy traderek, a nagy kereskedők, az intézményi befektetők nem nagyon dolgoztak már itt decemberben sem, karácsony előtt sem, ugye a két ünnep között, szóval valójában kisebb mozgásokat látunk, ami egyébként az a kevésbé likvid piacon ugye néha lehet manipuláció is, illetve adott esetben ugye a lakosság, a kis befektetők érdeklődése is hajthatja. Látjuk, hogy van Harmony 11, Atom 14, Phantom 10, Wi-Fi 9, Arweave 7, Curve 16, Avalanche is szép 6%, CVX 21 és SafeMoon sokkal kedvence 28%, egy-kettő korrekciózó van, például Hex és Sushi, de ugye pont a Hex, aki egész jól ment az elmúlt napokban. Bitcoin piaci kapitalizációja 900 milliárd dollárnál, ugye 50 ezer dollár alatt töltöttük a szilveszter éjszakát, jelenleg plusz 1,4%-ban van, illetve Ethereum ugye 3700 környékén enyhe plusz 1%-kal. Nézzük, hogy mit mutat a kedvenc indikátoruk, a kriptofélelem és kapzsiság index. Hát jelenleg azt mutatja, hogy 21-en vagyunk, azaz extrém a félelem a piacon, és nézzük is, hogy mi történt mondjuk az elmúlt egy hónapban. Ugye látjuk, hogy többször voltunk már 16-18-as szinteken, tegnap előtt voltunk 22, az is extrém félelem, aztán 28, és most megint 21, szóval igazából a piac extrém félelemben van, és azt is tudjuk, hogy amikor a befektetők extrém félelemben vannak, hogy a piaci hangulat ezt tükrözi, az általában jó bevásárlás lehet. Persze, ugye egy hosszabb elnyúló, mondjuk merve piacban, ugye ez az extrém félelem tarthat tovább is, még például megnézzük, akkor ugye látjuk, hogy egészen 2018-ban ugye ez folyamatosan elég sokat volt lenni, és sokat tartózkodott 50 alatt, de azt gondolom, hogy egy rövidebb időszakokban, mint például a május, ugye ez kb. 10 hét volt, amíg ugye ott az extrém félelemben tartózkodott az index, most ugye körülbelül egy hónapja van ez az extrém félelem, úgyhogy általában ugye akkor érdemes mondjuk profitrealizásban gondolkodni, amikor viszont a kapzsiság lesz órá, és 90 fölé megy az index. Nézzük az első hírünket, hogy a Bitcoin ár igazából visszaszerez egy kicsit az árából, ugye voltunk 48.500-on is tegnap, aztán ugye nem sikerült följebb menni, utána elkezdett egy picit korrigálni, és ugye 50 ezer dollár alatt
zártuk az évet, nincs ezzel semmi baj, a teljes kriptopiaci market cap 2,3 billió dollárnál van, és ugye a nagy-nagy kripto OG-k, ugye OG-knak hívják azokat, akik tényleg réged óta itt vannak, és nagy játékosok, ők úgy néz ki, hogy továbbiakban is akkumulálnak, ugye erre van egy chart, egy elemzőtől, ugye ezeket az adatokat szokta elemezni, Dylan Leclerc, és ugye azt mutatja, hogy a hosszú távú bitcoin tulajdonosok szépen ugye növelik, és nem adják el a kónjaikat, szóval szépen tartják, hogy ez ezt jelenti. Oké, menjünk a következő hírre. Január első hetében a bitcoin általában 7-36% között növekedett, ugye ezt megosztottam a Twitteren is Alex Krügertől, 2018-ban 18%, 2019-ben 7, 2020-ban 13, 21-ben tavaly 36%, és ugye az idei év az kérdéses, és ez január első hete, ugye akkor már feltételezem, hogy pára visszatérnek a nagy játékosok a munkába, és ugye elkezdik újra nyitni a pozíciókat. Ugye sok minden elhangzott, hogy ez miért történik, van, aki azt mondta, hogy a Kínában ugye, hogy most mindenkit ellenőriznek, ezért december 31 előtt el kell adniuk a bitcoin, lehet ez is benne a pakliba, de lehet, hogy ez csak az emiatt kialakult FAD okozza, lehet az is, hogy a nagy befektetők profitot realizálnak, vagy adózási szempontból lezárják a pozíciókat, és úgy akarják továbbvinni. Igazából több dolog okozhatta azt, ami az elmúlt napokban, hetekben látunk lefele csorgást. Azt gondolom, hogy nincs ezzel semmi baj. Nézzük, hogy január első hete hogy néz ki. Hát, hogyha ez beválik, akkor bármi a 7 és a 36% között az nekünk nagyon-nagyon tetszeni fog. Nézzük a top elemző, ugye Michael van den Poppe, aki ugye rengeteg alkalommal nyilatkozik. Ugye azt mondja, hogy neki van egy hosszú távú befektetési portfóliója, ez ugye a teljes kripto portfóliójának a 80%-a, és van egy 20%-os trading portfólió. Ugye, hogy mi az arány, az értelemszerűen mindenkinek más, de ez a 80-20 ez egy egészséges arány tud lenni. Ugye az azt jelenti, hogy a 80%-kal nem játszunk nap mint nap, nem szállunk ki meg be mindenféle egyéb altkonokban, hanem kiépítünk egy portfóliót azokból a projektekből, amikben hiszünk, és azt hosszú távra tartjuk, és amikor a projekt elért egy olyan sikert, akkor profitot realizálunk. Még a trading portfólióval, ugye kereskedési portfólióval megtanulunk kicsi technikai elemzés, meg kicsi chart elemzés alapján, nagyon alapvető elemzés alapján, például amit a Basic és a Pro tanfolyamokon oktatunk, hogy hogyan lehet kereskedni, hogyan lehet védeni a tőkét stop loss-szal, és hogyan lehet egy felfele mozgást, vagy akár egy short pozíció, egy lefele mozgást megjátszani, illetve nem megjátszani, lekereskedni, de ennek nagyon szigorú szabályi vannak, szóval soha nem ugrunk kereskedési ügyletben úgy, hogy nincs meg egy stratégiánk, vagy abban a coinban nem látunk egy érdekes mozgást, amit szeretnénk lekereskedni. Személy szerint több bitcoin, ethereum és polkadotja van a hosszú távú portfóliójában, azt kell mondani, hogy nem egy széles, illetve stékelős altcoinok, szóval olyan coinok, amiket lehet stékelni. És ugye maga a kereskedési portfóliójában, ugye főleg USDT és bitcoin, és ugye általában ugye altcoinokkal kereskedik, ilyen sok altcoint szokott elemezni, és ugye felemlegeti itt az Atom Cosmos-t, és ugye a Curve-t, hogy ezek neki nagyon-nagyon szimpatikusak, és ugye ezek jól is teljesítenek mostanában, és maga ugye DeFi-ban mind a kettőnek nagyon ígéretes jövője van. Na nézzük, hogy mit mondanak a főbb kripto, kik voltak a főbb nyerő kriptoeszközök, ugye egyrészt volt a Dogecoin, ugye ez egy átmeneti hype volt, ami vele történt, és azóta sok mindent nem ajándékozott meg minket. Solana nagyon szépen ment, ugye Solana csinált, mint Layer 1 protokoll 6400%-ot, ugye ez azt jelenti, hogy 64-szeres hozamot csinált itt egy év alatt. A Terra Luna csinált 85-szörös emelkedést, és a Terra Luna továbbiakban is emelkedik, azért, mert ugye az UST nevű decentralized stablecoin létrehozásához Lunát kell letenni, és már nem csak, hogy le kell tenni és lokkolni kell, hanem minden egyes mintenésnél, meg visszaváltásnál el is égetődik egy kicsi Luna, szóval valójában elkezdett deflálódni. Szép volt ugye az Avalanche-nak 23-szoros növekedés, Polygon Matic-nek ez mennyi? 120-szoros növekedés, BNB-nek 12-szeres növekedés, szóval mind nagyon szép. Akik viszont vesztesek voltak, ICP protokoll, hát 400 dollárról lement, nem is tudom, talán 40 volt, 40-ig, most is kb. Ott vagyunk.
Az iOS, ami ugye nem temetné, mert a Bullish Exchange az most már tesztelik, már elindult, még nem tették oda a marketinget, úgyhogy szerintem az iOS legalábbis nekem egy jó választás lehet. Persze nagy csodákat ott nem várok, de úgy látom, hogy ugye ezek a problémák, amik voltak az alapítvány, a fejlesztő cég, és az, hogy most elindul a Bullish Exchange, ezek a problémák eltűnnek, és valószínű, hogy csak a fényesebb oldalát látjuk. Monero azért is csökkent a népszerűsége, mert sok exchange nem listázza, hogy ez egy teljesen úgynevezett privacy coin, ugye semmit nem lehet megtudni arról, aki ezzel tranzaktál, és ugye mivel egyre kevésebb befektetőnek elérhető, ezért ugye nem volt nagy hype körülötte. Nézzük a következő hírt, ami ugye fontos, ez nem mai hír, karácsonykor történt, hogy az OpenSea, ugye ami a legjelentősebb NFT platform, ugye itt meg tudod nézni, most éppen az OpenSea-n vagyok, ugye itt éppen egy cikket nézek, de ugye maga az OpenSea.io oldalon tudod ezt használni, és ugye ez az OpenSea, ugye a egyik legjelentősebb NFT piactér, és aki az OpenSea-t használta, ők december ugye 24 előtt, karácsony előtt, ők kaptak egy SOS nevű tokent, ami ezt az SOS nevű tokent el tudod adni, úgyhogy körülbelül 200 millió dolláros piaci értéke jött, és 200 ezer pénztárca volt rá jogosult, szóval nem kevés összeget osztottak ki. Ez azt jelenti, hogy nem egy dollárt, hanem azért itt több ezer dollárt kaptak az emberek. Nézd meg, hogy te bármelyik Ethereum-os címeddel használtad az OpenSea-t, vettél-e, adtál el, illetve minteltél-e NFT-t, értem, szóval ha nem, akkor ugye legközelebb ezekkel érdemes foglalkozni. Na hát a következő hírünk arról szól, hogy a Decentraland Mana és két altcoin, ami ugye fölrobbantak 2021-ben 16.000%-kal, ugye az azt jelenti, hogy 160-szoros növekedés, és hogy 2022-ben a CNBC szerint továbbiakban is megvan bennük a potenciál. És nagyon egyszerűen kifejtik, hogy ugye a Decentraland ott tudunk venni egy virtuális világ, ahol ugye tudunk venni ingatlant, üzleteket berendezni, stb. Tudjuk, hogy például az Adidas, a Nike már mind vett ingatlanokat ezekben a metaverse-ökben, és ugye ebben a virtuális világban az adott fizetőeszköz például jelen esetben a Mana, aminek ugye mivel egyre többen használják, ezért megy fel az értéke. Ugyanez volt, amikor a Facebook neki állt növekedni, userek és használat, valójában a Facebook részvény is növekedett, mert ugye profitot termeltek, de egy kicsit szorosabb az összefüggés, mert maga, hogy ott használjuk a platformot, kell rendelkeznek Manával. Ugyanez volt a helyzet, ugye ez a play to earn, azaz, hogy játszasz azért, hogy pénzt csináljál játék, ugye az Axie Infinity, és ugye ott is a bent lévő ugye valuta, amit használnak, az Axie token, és ahogy növekszik ugye ez a játék, úgy növekszik ugye az Axie token ára is, és ugyanezt látjuk a Sandboxnál is, ami ugye egy virtuális világ, és ahogy növekednek, úgy növekszik ugye maga a gazdaság, és növekszik az ára is, és 2022-re nem adnak meg árakat, viszont mindenképp egy nagyon jó potenciált látnak benne. Nézzük a következő airdropot, ez akkor vagy erre jogosult, hogyha például rengeteget tranzaktáltál, farmoltál, bármit csináltál Ethereumon, amivel sok gázt fogyasztasz, meg kell nézni, itt leírják ugye röviden a címet, 650 ezeren lennének rá jogosultak, eddig 26 ezeren kérték. Igaz, hogy az ár elkezdett esni, valószínűleg az eladás után lesz még esés, ugye egyre többen kérik és adják el, de azt gondolom, hogy később ebben, hogyha ennek más use case-t is kitalálnak, akkor ez még adott esetben jól is elsülhet. Itt van egy Medium poszt, és ugye itt leírják, hogy mi a helyzet, és hogy hogyan kell. Ugye utána átmész erre az oldalra, azt bezártam, ugye itt rákattintasz majd erre az oldalra, ez, hogy claim gas tokens, és akkor elviszi, és ott meg tudod nézni, hogy azzal a címmel, ahol te főleg Ethereum-os dolgokat csináltál, RC20-as dolgokat, ott jogosult vagy rá, úgyhogy hát 1600 dollárt kell költeni, van, akinél ez megvan, úgyhogy ha sokat ügyködtél, akkor nézd meg. Na hát a következő hírünk arról, hogy 7 NFL játékos, és az NFL, mint ugye már tudjuk, a National Football League, azaz az amerikai nemzeti foci válogatott, vagy foci közösség, és azt mondja, hogy 7 játékos kriptóban kéri a fizetését. És egyre többet látunk,
hogy látod, ez egy NFL játékos lézerszemekkel. Egyre több ilyet látunk, hogy NFL játékosok, vagy nem csak NFL játékosok, hanem atléták, sportolók, sportsztárok kriptóban kérik a fizetésüket, és ez nagyon fontos, mert maga a kriptó elterjedésére is ugye rengetegen követik ezeket a sztárokat. Van, aki NFT-t is vett, szóval érdemes megnézni, és nagyon-nagyon aktívak a Twitteren, és ugye ez segíti a kriptó elterjedését is. Oké, nézzük a millió dolláros NFT kollekciókat, ez mindenképpen egy izgalmas dolog, ugye tudjuk, hogy az NFT-k ugye non-fungible token, minden olyan dolog, ami nem egy tömeg, szóval nem az, hogy van belőle 21 millió darab, mint a Bitcoinból, vagy több millió darab, mint egy másik coinból, hanem van 100 darab, 10.000 darab, 1.000 darab, és valamilyen műalkotás, egy sorozat, és ugye ez digitális formában, akár egy kép, úgyhogy a blockchainen a tulajdonjoga átható. Hát ezért, amit itt látsz, ugye ez valami galaxisok, vagy nem is tudom, mi történik itt, ezért 100 millió dollárt adtak közel. Ez a következő arról szól, hogy az első 5000 nap, ami összefoglalnak itt ilyen különböző képkockákba, ez 60 millió dollárt ért, akkor ez a human, ugye az ember, hogy két kép az emberről, mert én elég ilyen embernauta, ez 30 millió dollár, és jönnek ugye a kriptopunkok, amiket ugye ismerünk, ezek voltak az első komolyabb NFT-k, ezek itt a 11-től folyamatosan 7 millióig, szóval rengeteg ilyet látunk. Oké, következő hírünk, Charles Hoskinson, ugye Cardano adának az alapítója, ugye nyilvánosságra hozta Cardano roadmapjét, egyébként beszélt egy videóban maga a kriptovilág fejlődéséről, jövőjéről, nagyon-nagyon pozitívan lát, és nagyon jó dolgokat mondott, és ugye maga itt a Cardano kapcsán ugye azt mondja, hogy elindul ez a projekt struktúra, hogy lehet fejleszteni a Cardano, és ez olyan lesz, mint például a Hyperledger a Linux rendszeren, és ugye rengetegen fognak jönni fognak a különböző intézmények is, és bekapcsolnak, és elkezdik használni, és ők azon lesznek, hogy minél több fejlesztést tudjanak hozni, és hogy az egyik célja 2022 év felére, hogy ezt a mikro pénzügyi dolgokat meg tudják oldani, hogy akár hitelt tudjanak adni egy afrikainak, akinek megvan blockchainen a személyazonossága, és ehhez rendelten kap egy hitelt, azt visszafizeti, és ez az egész blockchainen Cardanon menne, úgyhogy ez egy izgalmas hír. Oké, akkor ezzel megvoltunk, nézzünk bele, hogy mi történik, ugye van egy kis Telegram csatornánk, a Crypto Minds, ahol ugye itt nagyon-nagyon aktív volt a csapat évvégén, és ugye itt a safe moon-os dolgokat is megosztottátok, úgyhogy feltétlenül csatlakozz be, akár új vagy, akár tapasztalt kriptobefektető vagy, rengeteg hasznos információt lehet megtalálni, nagyon jó a csapat, nagyon segítik egymást a tagok, és ugye itt Szilvesztert is megosztottuk különböző izgalmas dolgokkal, úgyhogy feltétlenül gyertek, vannak olyan ötletek, amit egymástól kapunk, ami nagyon-nagyon hasznosak lehetnek, és hogy itt a pinelt üzenetekben is megtalálsz több infót, foglalkozunk például a Daxióval, ami egy online játék és szórakoztató platform, ami használja egyébként a már említett Sandboxot, Xfinity-t, aztán nem, de az Illuviumot, meg ugye a fő blockchain-es játékokat, és saját blockchain-es játékokkal is ki fognak jönni hamarosan, és saját kriptotokennel, és ebben van egy frankó üzleti lehetőség, amit ugye érdemes megnézni, jövőre is lesznek Daxió előadások. Ugye bármit itt adakozunk, ugye az Ökumenikus Szeretetszolgálatnak, de ugye bárkinek adakozhatunk, itt ezt nézd meg, hogyha ezt még nem tetted meg, akkor adakozzál bátran. Igen, szoktunk tartani gratis webinárokat, aminek ugye itt megtalálod a linkjét. Ez a gratis webinár egyébként hétfőtől lesz, valószínűleg hétfőn, kedden, és lehet, hogy szerdán is lesz. Feltétlenül gyere, ha még nem vettél részt, akkor mindenképp, ha meg részt vettél, akkor küldjél olyanokat, akik még nincsen ebben a kriptóban, mert itt mindenképpen kedvet kapnak hozzá. Ezen a linken, ugye korion.io-s linken lehet regisztrálni, e-mail címet, nevet kell megadni, és Zoom belépési linket e-mailen kapod meg, hogy feltétlenül gyere, nagyon frankok szoktak lenni ezek a gratis webinárok. Oké, akkor amit itt még érdemes megnézni, ugye van a strong block nódokkal foglalkozunk, ugye egy strong block nód 110 naponként kitermeli
saját magát, az azt jelenti, hogy 100%-ot, 110 naponként, persze ugye az ára változhat, van, amikor lemegy, van, amikor fölmegy, most éppen egy picit fölmegy. Ugye ezt közösen csináljuk, mert egy-egy node elindításhoz 10 strong kell, ami elbe ez az 5000 és 10000 dollár között megy. Ha ez a közös dolog érdekel, akkor ebben a Mamacitára tudsz írni, látod, itt van a, mindenhol az ő, ugye kukac, Eva Mamacita, hogy ezt írod be, kukat, Eva Mamacita, és akkor neki tudsz írni, hogy ez érdekel. Ha megnézed a pillanat üzeneteket, érdemes végignézni, hogy itt vannak a Metamaskon, mire érdemes figyelni, sok csapatnak ellopták a pénzét a Metamaskról, és mindenképpen egy Ledger Nano X beszerzését javaslom, itt megtaláld a linket, illetve van nekünk egy ilyen, hogy hasznos infók, linkek, itt mindenféle tőzsdelink, Ledger Nano rendelési link, különböző kártyarendelés crypto.com-tól ajándékok és mindenféle egyéb az EVA szignálok, ami ugye az új Binance Smart Chain projektekre adott szignál, ami ugye már ki egészül azzal, hogy például ha listázzák az adott coint a CoinGecko-n, akkor egyből jön egy szignál, illetve automatikusan is meg lehet majd venni. Ha ezek érdekelnek, akkor mindent elérsz itt a linkeken. Helium Hotspot, hogyan lehet üzemeltetésre kapni, és Helium tokent bányászni, illetve Stromblock, Time, ezeket mind érdemes megnézni. Oké, akkor menjünk egy picit, és nézzük meg, hogy a Twitteren megosztottam egy-két izgalmas dolgot. Feltétlenül kövess a Twitteren, ugye a kriptoközösség Twitteren van jelen. Nem baj, ha nem tudsz angolul, ugye, ha olyan böngésző van, akkor úgyis lefordítja magyarra. Ugye Kukac Miklós Denkler, és ugye itt szoktunk megosztani izgalmas dolgokat, például ugye maga itt a bitcoin felezési regressziós tábla mutatja, ugye ebből azt a következtetés vonják le, hogy a következő halvingban, amikor ugye megfeleződik a bitcoin blokkjutalom, azaz a bitcoin kiáramlása, akkor ugye 218 ezer dolláros árszintet várnak Charles BTC, ugye aki ezt föltette. Úgy van egy másik, hogy itt a bitcoin ára, és látjuk, hogy milyen jó így ránézni, hogy az elmúlt 7 évben hogyan alakult, és 700 dollárra hogyan ment el 47 ezer dollárig. Plan B, újévi jó kívánsága, hogy 60%-a ment föl a bitcoin, még ugye az ingatlanok 35-tel, a részvények 27-tel, a kötvények mínusz 2, azaz lefele mentek, és az arany mínusz 4%. Akkor van egy másik csárt, ugye a Rec Capital-tal, aki azt írja, hogy ez a 44-47 ezer dollár, ez ugye többször, mint ugye februárban, augusztusban, szeptemberben ellenállásként szolgált, nem tudta a bitcoin átvinni, majd ugye amikor átvitte, akkor utána támaszként szolgált, és ez most is egy nagyon-nagyon komoly támasz szint, és ugye bízunk abban, hogy ez a támasz tartja. A Willy Wood ugye arról beszél, hogy a bitcoin bálnak, akik ugye a rengeteg bitcoin tulajdonolnak, az ő arányuk csökken. Látjuk, hogy ugye korábban a teljes elérhető bitcoin 50%-át tulajdonolták, illetve hát még többet az elején, most már csak 24%-at tulajdonolnak. Ezen a csárton ugye azt látjuk, hogy a bitcoin ára hogyan alakul, illetve a MicroStrategy, aki ugye a legtöbb bitcoin felhalmozó cég, és a vezetője Michael Saylor rendkívül szereti a bitcoint, és hát érdemes tőlük bármit nézni, hallgatni, mert nagyon-nagyon szép jövőt vázol fel. Következő csártól ugye azt látjuk, hogy a bitcoin archive-tól, hogy a bányászok nem adnak el, szóval a bányászok még mindig fölhalmoznak. Ez a nettó pozíciója a bányászoknak, ez a zöld azt jelenti, hogy a bányászok nem adnak el, azaz megtartják a bitcoinjaikat, mert később magasabb áron szeretnék eladni. Ugye ezen a csárton a nettó áramlását látjuk, a bitcoin ár és a lakosságnál növekszik, az intézményi befektetők, ők látjuk, hogy náluk kicsit, mivel ők nagyban is kereskednek, náluk ugye látható, hogy mikor adnak be, mikor vesznek, mikor adnak el, és most úgy néz ki, hogy megint az intézményi befektetők is növelik a pozíciójukat. Oké, boldog új évet kívánunk, igen. Igen, ezeket már néztük a korábbi videóban, de hogyha még nem láttad, akkor egyrészt nézd meg a korábbi videókat, mert ugye itt le tudsz görgeti a Twitterem. Szóval, Telegramról beszéltünk, Twittert megnéztük, akkor nézzünk rá a chartra, nem megyünk át sok coinon. Hétfőn igyekszek egy live-ot összehozni, ami nagyon fantasztikus lesz, mert régen volt. Most éppen a Wi-Fi-nál vagyunk nyitva, ugye Wi-Fi, itt szépen fölment 100%-ot, majd ugye utána egy ilyen bull flagben korrigálódott, ezt áttörte, ugye már tegnap, és azóta szépen megy.
Hát itt most annyira nem vennék bele, ez mindenképpen egy erősebb ellenállási zóna lesz ez a 35 ezer és 37 ezeres szint, ez szerintem mindenképpen erősebb ellenállás lesz. Ha azt áttört, akkor lehet, hogy bennék, de most már itt nem. Egyébként úgy itt a célárat hamarosan el is fogja érni. Oké. Bitcoin, ugye továbbiakban is ugye volt egy lefele trend, és most úgy néz ki, hogy itt alul ez a 46 ezeres szint, ez elég komoly támasz volt, korábban is megtartotta, most is megtartja, szóval látjuk, hogy több gyertya teljesen ráült erre a szintre. Ugye, hogy egy picit felállítom, akkor itt látod, hogy több gyertya egyszerre rácsücsült, például 46.220-ra, ugye ott zártak ezek a napi gyertyák. Látjuk, hogy a tegnapi nap elég volatilis volt, voltunk ugye 48.500-on, voltunk 45.600-on, szóval egy 3000 dolláros mozgás volt a tegnapi napban, de sikerült ugye itt zárnunk 46.200-nál, és a mai nap egy szép zöld gyertyát látunk. Ugye ez azt jelenti, hogy itt konszolidálódunk, és valószínű, hogy egy trendfordulóra készülünk. Egyébként a trendfordulót jelezheti az is, hogy itt volt egy bull flagünk, amiből ugye kitörtünk fölfele, most ennek volt gyönyörűen meg a visszatesztelése. Az, hogy itt visszajöttünk, a trendvonal alá nem jött be, fölötte zártunk, és értelemszerűen most itt a másik trendvonal, ami most ellenállás, egyelőre itt fog a bitcoin mozogni, szóval 50 ezer dollár mindenképpen egy kritikus szint, hogy átvigyük. Ethereum nem sok mindent csinál, ugye lement 3700 környékére, még ugye Ethereumnál ez hamis volt ez a kitörés, úgyhogy invalidálódott, azt gondolom, hogy ezek a 3488-as szint, azt gondolom, hogy az Ethereumnál az egy fontos támasznak kell, hogy legyen, hogyha addig lejön, ott mindenképpen vennék, egyébként itt ezekben a leszúrásokban is 3600 környékén szerintem nagyon frankó, hosszú távú felhalmozást nyújtott. Phantom, ugye korábban törtük, hogy itt volt több trendvonalunk is, körülbelül így nézett ki ez a trendvonal, ezt frankon áttörtük, és ugye onnan egy long pozíció nagyon szépen lehetett menni. Ugye a következő szint ez a 2,6 lesz, és ugye utána jöhet az új csúcs, persze ahhoz ugye az egész piacnak kicsit jobb formában kell lennie. Terra Luna nem jött le azokra a szintekre, ahol szerettem volna vételi pozíciókat eszközölni, ugye ezeket a szinteket néztem, 83-on sikerült igen venni, 78, 73, 65, illetve ide a 58 környékére vártam, nem jött le, ugye a hosszú távú trendvonaltól elég távol van, szóval benne lenne ez a korrekció, de nem jött le, értelemszerűen elképzelt, hogy hamarosan új csúcsokat fogunk látni, és ugye ezt a mozgást fogom figyelni, hogyha ilyen kisebb korrekció, akkor valószínűleg fogok belevenni, de ugye most itt nem sikerült, be voltak téve az orderek, és ugye ezeket, hogy hogyan kell betenni például ilyen frankó limit ordereket, meg milyen szintekre, ezt ugye pont a basic és a pro oktatáson is tanuljuk, és egyébként a legtöbb esetben ezek a Fibonacci visszatesztelések, ezek mind meg szoktak történni. Jó, mit történik? Solana szépen konszolidálódik, tört ezt a trendvonalat, de aztán nem indult meg, óriási rally. Matic jól néz ki, ugye csinált egy új csúcsot, konszolidálódunk, ez a 2,4-es szint, ugye korábban ellenállás volt, most támaszként funkcionál, és úgy látom meg is tartotta, úgyhogy itt 2,4 körül vennék Matic-et, betennék mondjuk stop loss 2,30, mondjuk 2,3 köré, ugye akkor nem nagy a veszteség, amit el tudok szenvedni, ha mégsem a felfele irányban indul el, viszont felfelé azt gondolom, hogy várhatunk szép mozgást, amint az egész piac egy picit magára tenni, és ugye mivel január első hete a bitcoinban jó szokott lenni, ezért akkor feltételezem, hogy az altcoinoknak is jó lesz. Nem hiszem, hogy most a bitcoin az altcoinok elől szívne el annyira a pénzt, mint ugye ez korábban meg tudott történni. Jó. Shiba Inu, aki követi, ugye lejöttünk elég alacsony szintekre, aztán ugye 3000-t nem törte le, úgyhogy ez a 3000 horizontálisan egy elég erős támasznak bizonyul. Sandbox frankon tartja magát, ugye kitört, és hasonlóan a Gála is jól néz ki. Igaz, hogy a Gála itt még a konszolidációs fázisban van. Ennyi volt így mára, feltétlenül nyomd meg a lájkot, hozd meg ezt a videót a barátaiddal, és holnapi videóban találkozunk. Szia, csodás, szép napot, rendkívül sikeres évet, hello!